Sok szeretettel köszöntöm akkor a nézőket legújabb videónkban, ahol azt fogjuk boncolgatni, hogy a magyar föld az mekkora nemzeti kincs, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez a nemzeti kincs, ez a magyar gazdaság jövőjét és alapját szolgálja az elkövetkezendő időben, hiszen az elmúlt évtizedekben csak a kizsákmányolása zajlott, most viszont itt a beszélgető partnereimmel, az urakkal azt fogjuk megbeszélni, hogy az ő találmányukkal hogyan lehetne a magyar talajt jobbá tenni, hogyan lehetne jobb termés átlagokat kapni, és hogyan lehetne kevésbé kizsákmányolni, kiszipolyozni a magyar anyaföldet. Hát én is szeretettel üdvözlöm azokat, akik ebbe a videót megtekintik, és nagyon örülök, hogy van rá lehetőség, köszönöm szépen, hogy el tudom mondani így egyszerre az érintetteknek. Ez az anyagot mi nagyon sokáig kerestünk, és kerestük, mert Európában ez az alapanyag, ez korlátozottan hozzáférhető tulajdonképpen. De addig kutattunk, kerestünk, hogy egy ilyen véletlen folytán mi rátaláltunk a forrásba, és ez tulajdonképpen ipari hulladékban nyerjük mi ki ezt a kárcium. Ez a legérdekesebb, hiszen ez az innovációs része akkor történetnek. Így van, és mi környezet tudatosak vagyunk nagyon, és úgy gondolom, hogy ez egy fontos szegmense, hogy valami hulladékot eltüntetünk, és valamit hozunk létre cserébe, és ez nem más, mint ez a kálcium szulfát, amit mi kinyerünk ebből az anyagból. Ugye a magyar kormány ezt fordítva csinálja, ők eltüntetik az első osztályú értékes magyar termőföldeket, és cserébe akkumulátorgyár hulladékokat hoznak létre. Hát az nem egy követendő példa, de reméljük, hogy a tiétek ez minél több emberhez el fog ütni, és minél többen fogják használni. Mi is reméljük egész Magyarország területén, sőt Európában is szeretnénk mi tulajdonképpen ezt az anyagot, ezt a technológiát átadni, ezt a tudást, hogy a termő talajok, termő területek ne savasodjanak tovább. Itt Magyarországon jellemző egyébként, hogy kénben nagyon szegény a termő területnek a nagyon nagy százaléka. És erre is ez megoldást jelent. Egyben arra is megoldást jelent, hogy a kálcium által talajt tulajdonképpen detoxikálja, a felhalmozott sok méreganyagot összegyűjti, akkumulálja, és tulajdonképpen semlegesíti. És hogyan kell ezt elképzelni? Tehát ez egyszeri, minden évben ki kell jutatni a szántóföldekre, vagy akár a legelőkre, kaszálókra is, mint a műtrágyát, vagy mondjuk évtizedes periódusonként, tehát hogyan kell ezt elképzelni? Igen, ez nagyon érdekes. Az eddigi tapasztalatunk azok azt mutatják, hogy az általunk preferált mennyiséget, hogyha kijuttatjuk, akkor abban az évben is már nagyon jelentős a hatása, de ezt még egy újabb évig ugyanez a hatásmechanizmus megfigyelhető, sőt még a harmadik év végére is. Tehát tulajdonképpen azt szoktuk javasolni, hogyha kijuttatják ezt a talajba ezt az anyagot, akkor tulajdonképpen a harmadik évben kell majd pótolni. Addig kifejti ezt az áldásos tevékenységét. Hát részleteibe én Balázsnak átadnám a szót, ő tudja megközelíteni vegyész szemmel, vagy kémiai összetétel tekintetében ezt a dolgot. Én is üdvözlök mindenkit. Hát, hogy itt a kálciumszulfátnak a jelenlegi csapadék viszonyok között talán a legjelentősebb tulajdonsága az, hogy a aszálytűrő képességet jelentősen javítja. Ami egy nagyon lényeges dolog. Ami az elmúlt években legfontosabb. Főleg a tavalyiban az évszázad a száját éltük. Hát soha nem látott mértékben. Igen, és a szikes talajokat is javítja azáltal, hogy a nátriumot megköti. A Hódmezővásárhelyen, ahol mi jövünk, ott elég sok szikes talaj van, és gyakorlatilag üzemi kísérleteink idejében is folynak már arra, hogy konkrét tanulmányokkal rendelkezzünk a jótékony hatásáról, de hát nyilván két fő összetevője a kálcium és a kén, amelyik a legfontosabb szerepet játszik, hogy a kálcium segít a gyökeresedésben, a kén pedig termésminőségjavító és nitrogén felvételt segíti. Kijuttat, vízbe oldódik, hígtrágyába juttatva megköti a ammóniából a nitrogént, és azért jóval hatékonyabban lehet felhasználni. Lényegében mind szántóföldi kultúrákban, mind üvegházi kultúrákban
gyümölcsösökből. Ugyanúgy granulátum formájában lehet akkor kijutatni, vagy akkor mondod a hidrátját is, tehát akkor akár oldott formában oldott is. Oldott formában is ki lehet, granulátum formában is ki lehet, a por formájában is be lehet keverni, és gyakorlatilag röpítőtárcsás mitrágyaszóróval kiutatható. Tehát akkor semmilyen új technológiai igénye nincsen igazság szerint? Nincsen különleges igénye, gyakorlatilag meglévő rendszerekkel együtt lehet érdembe használni. Ami talán még fontos, hogy az év bármelyik szakaszába kiutatható, nyilván célszerű hasonló mezőgazdasági munkákkal össze kombinálni, de gyakorlatilag egy bio olyan termékről van szó, ami lényegében károsodást nem... Igen, ez lett volna a következő fontos kérdésem, hogy arra mutatólag valamilyen hatástanulmányt, hogy vizsgálatot már folytattatok-e le ez a kevés idő alatt, hogy bármilyen káros hatása az van ennek a készítménynek. Még eddig káros hatásról nem szereztünk tudomást. Ugye a műtrágyákhoz hasonlóan, annak is van jótékony hatása, de mint látjuk most már az elmúlt évtizedekből, megvan a káros hatása is, tehát akkor még az időrövidsége miatt ilyennel nem szembesültetek, ilyennel nem találkoztatok. Mi bízunk benne, hogy nem az időrövidsége miatt nem találkoztatok. Reméljük, hogy... Mert nem gondolnánk, hogy ezek a elemek bármilyen... És akkor ez teljesen természetes összetevőből keletkezik, és ipari hulladékot gyakorlatilag egy ilyen talaj szerkezetjavító, természetlag növelő szerré változtattatok át. És hát ugye beszéljünk a legfontosabbról, a mocskos anyagiakról, gyakorlatilag ez a valóságban hogy képződik le. Tehát látjuk az elszabadult műtrágya árakat, én már nem is tudom megmondom őszintén követni, hogy már hány 100 000 forint tonnája, tehát hogy néz ki mondjuk ennek az előállítása, a végtermék az körülbelül milyen összegért szerezhető be a magyar gazdák számára? Hát tekintettel arra, hogy mi pénzt kapunk azért, mert a gyárak elhelyezhetik hozzánk a hulladékokat, és mi ebből profitálunk, és ezt mi nem zsebre tesszük, hanem mi ezt az összeget, ezt az előállításra fordítjuk. Így egy ilyen nagyon mérsékelt, ez nagyon dicséretes. Nagyon mérsékelt 120 euró per tonnás áron tudjuk ezt mi forgalomba hozni. Tehát ez magyarra fordítva, hogy... Nagyon szűk 50 000 forint per tonna. Per tonna, de az általunk preferált mennyiség tulajdonképpen az 700-750 kiló per hektár, és amit az előbb is említettem, hogy ez 3 évre értendő. Tehát, hogyha ezt így leképezzük, tulajdonképpen akkor 10 000 forint per hektáros áron. Per év. Annyi a bekerülési költsége. Én szerintem ez... Tehát a kiszórások a bérmunkáim most már akkor drágább, mint maga az anyag, amit kiutattok. El szeretném közben mondani, hogy ez az új vonal a közös agrárpolitika, rövidítve KAP rendszerbe, valamilyen formában ez a mi szerünk be fog illeszkedni. Tehát fel szeretnénk hívni a figyelmet a gazdálkodóknak arra, hogyha majd a pontrendszert átnézik, és próbálják kitalálni, hogy minél kisebb költséggel, hogy lehet elérni a kívánt 2 pontot, hogy megkapják a terület alapú támogatást, akkor valamilyen módon a mi szerünk is bele fog ebbe a rendszerbe kerülni, és keressék a lehetőséget, hogy kijuttassák ezt az anyagot, mert ez pontot fog érni, ez egészen biztos. Ez azért nagyon jó hír, mert ugye ennek a pontrendszernek a megfelelési kényszere az most nagyon sok gazdálkodó kedvét elvette, hiszen egészen paradox helyzet és abszurd, hogy a gazdálkodóknak most már többet kell érteni az adminisztrációhoz és a bürokrácia útvesztőihez, mint magához a gazdálkodáshoz. Ez egy jó hír akkor is, ebből a videóból is kiderül, hogy ezzel plusz pont hozható. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan találmány akkor, ami gyakorlatilag egy csapásra több legyet is le tud vinni. Úgyhogy ez egy jó irány. És milyen stádiumban van most a ti találmányotok? Tehát szabadalmaztattátok már esetleg, illetve arra vonatkozólag vannak-e már vizsgálatok, hogy mondjuk ökológiai vagy biominősítésű gazdálkodásban mondjuk használható-e ez a készítmény? Igen, a szabadalmi eljárás már folyamatban van. A nagyüzemi kísérletek tulajdonképpen most jelen pillanatban is folynak. Azért mondom, hogy jelen pillanatban is folynak, mert tulajdonképpen itt nagyon nagy az időintervallum. Tulajdonképpen itt 3 év
ami idő alatt be fog bizonyosodni, hogy ez milyen remekül működik. Tehát a képeken látni, hogy gyakorlatilag ahol 0 kg lett a ti terméketekből kiuttatva a földekre, ott az aszály milyen kárt okozott, és ahol a te általad meghatározott és ajánlott 750 kg per hektár per évnek csak a felelet kiutatva, ott már milyen minőségi javulást érünk el. Ott még betakarítani is lehetett kukoricából, ami nem hátrány azért a mezőgazdaságban. Egyetlenek voltak azon a termőterületen, akik tudtak betakarítani kukoricát. Tehát a képek meggyőzőek, tehát én azt mondom, hogy én nagyon örülök neki, hogy azért olyan emberek ebben az országban, akik szívügyükön viselik a magyar földet és a magyar gazdálkodókat, hiszen egyre sanyarúbb sors jut nekik sajnos, és ahogy minden kezd elmozdulni nagy irányba, tehát egy kicsit teljesen felmorzsolódnak, felőrlődnek, a kis családi gazdaságok kezdnek megszűnni, hiszen nem tudják a versenyt felvenni gyakorlatilag a nagy multikkal és a nagy gazdálkodókkal, esetleg az oligarchákkal. Éppen ezért fontos, hogy őket is helyzetbe lehessen hozni, és az ő munkájukból is egy tisztességes életvitelt lehessen élni, egy családot el lehessen tartani. Hát ez most egy jó esély, amit kínáltok nekik. És mi a pontos menetrendje? Tehát hogy képzeltétek el ti ennek a találmánynak a piacra dobását? Jelenleg folynak tárgyalások, tehát jelen pillanatban a régióban, Hódmezővásárhelyes környékén vannak elindítva olyan tárgyalások, amelyből már önmagában már a termékre igény van, és próbára fog kerülni. Kisebb üvegházas termőföldeknél, például paprika földeknél fogunk most kísérletet tenni. Március végétől indítják el ezeket a folyamatokat. Ebből szeretnénk készíteni egyébként referencianyagot, akár videóképanyag és adatokkal alátámasztva. Ugye ez a paprika föld például rövid távon megmutatkozik, tehát nem kell gyakorlatilag 3 év találni, hiszen őrleménybe megy, és ott már úgy lesz preferálva, hogy mondjuk két sátort beterítünk, ezzel kettőt nem is látjuk a különbséget, hogy mi az, ami fog tudni látszani a különbségben. Ilyen apró kis tárgyalások folynak Szabiék részről is, tehát minden négyen gyakorlatilag elindultunk egy folyamaton. Országos szintre szeretnénk ezt gyakorlatilag. Tehát akkor ez a távlati cél, hogy abszolút, országos szint, de inkább a Kárpát-medencében gondolkodva, abszolút, és esetleg európai piacra így gyakorlatilag van betörve ezzel. Én azt gondolom, hogy amit elmondtatok, illetve hát a képek, illetve a leírás az magáért beszél, ezek az eredmények, ezek én úgy gondolom, hogy keresetté fogják tenni ezt a szert. Még a legfontosabb kérdés, hogy az az ipari hulladék, amiből ti ezt előállítjátok, az mennyire adott, tehát mennyire kell attól tartani, hogy kifogynak a készletek, és nem fogtok tudni több ilyen tápanyagot előállítani? Hát ez az alapanyag, ez a mi környékünkön ez meghatározott, tehát nem végtelen, sajnos a korlátozott a mennyisége erősen, de tekingetünk külföldre is, mert külföldön is vannak ilyen nagy cégek, akiknek ez szintén probléma, ennek a hulladéknak a kezelése. Mit csináltak eddig ezzel a fajta hulladékkal? Eddig jártak például, én tudom, hogy Romániában, vagy hát bocsánat, Erdélyben. Jelenleg is így zajlik. Úgy zajlik, hogy van egy nagy bányagödör, és bele hordják, bele billentik. Ez aztán 21. századiság és a környezetvédelem. Mert én úgy tudom, hogy ő rájuk még nem vonatkoznak azok a szabályok, amik ránk, mert ők később kerültek az EU-ba, és még türelmi. Sokszor már sem viselkednek, mintha nem is ott lennének. Hát igen. Sajnos. És külföldről is szeretnénk mi ide integrálni ezeket az anyagokat, hogy mi fel tudjuk dolgozni. Ugye mi hazánk mozgalom az akkumulátorgyáraknak a létesítése ellen van, ezt nyíltan kimondhatjuk, hiszen megpróbálta a Fidesz most ránk húzni, hogy mi a bal oldala összekentük, masszatoltuk magunkat, és mi a magyar gazdaság ellen vagyunk, illetve nem szeretném, ha a magyar embereknek munkahely teremtődne ezek által, az akkumulátorgyárak által. Hát én azt gondolom, hogy ha csak a debreceni akkumulátorgyárból indulunk ki, akkor nem magyar a befektető, nem magyar a kivitelező, nem magyar munkásokkal szeretné ezt megoldani, és a profit sem Magyarországon maradna. Tehát nekünk, a mi hazánknak, és egyébként nem a pártnak, hanem a mi hazánknak sincsen szüksége hasonló gazdasági fejlesztésekre. Ti ezzel mondjuk hány embert tudnátok foglalkoztatni? Mi lenne az, ami azt gondoljátok, hogy ilyen közép-hosszú távon vállalható lenne, hány ilyen üzemet szeretnétek létrehozni, van-e bármilyen károsanyag kibocsátás ennek a
ipari hulladéknak a felhasználásánál, vagy újragondolásánál, vagy feldolgozásánál, hiszen ugye nekünk az mellett, hogy az első osztályú magyar termőföldeket veszik ki művelési ág alól, és használják fel iparterületként, ez mert nagy problémánk az a környezeti terhelés, amit ezek a gyárak jelentenek. A ti vonatkozásotokban van-e bármi hasonlóról szó? Jelen pillanatban 15 főt foglalkoztatunk ezzel a feldolgozó üzemegységünkben, és még egy értékesítésben vagyunk még egy 4-5-en benne. Károsanyag kibocsátásunk az kifejezetten nincs. Porzik az anyag, amikor mi ezt feldolgozunk, de a port is mi külön választjuk és hatástalanítjuk tulajdonképpen. Nincs károsanyag kibocsátása egyáltalán. Hiszen ez egy bioanyag, ez a földbe is belekerülhetne ez a por, csak jó hatása van mindenütt. Na hát ezt öröm hallani. Igazság szerint pont a minap Szlovénián keresztül utaztam, és óriási szívfájdalom, hogy Európa zöld szíveként emlegetik. Közben ez a mi zöld szívünk volt a Kárpát-medencé, és orról ezt is elvették tőlünk, mint annyi mindent, ha már ti Erdélyből születek, meg ugye ezt nem kell bemutatni. És nekem egészen megdöbbentő volt az összehasonlítási alap, hogy amíg Magyarországnak 27%-a erdővel borított, addig Szlovéniának ez több mint a duplája, hiszen 55%-a erdősült. Amíg Magyarország kormánya ide autóipari összeszerelő üzemeket és akkumulátorgyárakat szeretne telepíteni, lerombolva és tönkretéve ezzel az első osztályú, sokszor esetben 45 aranykoronás termőterületeinket, addig Szlovénia vezetése még arra is törekszik, hogy ne hagyjon maga után nagy ökológiai lábnyomot. Tehát egészen hihetetlen, hogy itt egymás szomszédságába is gyakorlatilag egy tűrőt fakadva, a mi nagy testünkből kihasítva, egy kis ország az milyen környezet tudatosan is tud működni, és milyen jól is tud működni, addig mi pedig Európa zöld szíve helyett Európa hulladék lerakójává kezdünk válni. De hát olyan találmányok, mint a tiétek is például, én nagyon remélem, hogy ezt a folyamatot még képesek lesznek visszafordítani, és remélhetőleg a magyar vállalkozások fognak tudni, és a magyar gazdák profitálni ebből, ahelyett, hogy mondjuk Kínába, vagy más országokba vándorolna a magyar emberek által keservesen megdolgozott kis pénznek a profitja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy teljesen jó irány. Kíváncsi vagyok majd arra, hogyha ez a kis videótok elkészül, hogy ott milyen hatékonyságot fog ez nekünk bemutatni. Azon a területen, ahol nincsen használati készítményetek, mennyivel marad a termés átlag ahhoz képest, ahol viszont használva van. Egy biztos, ezt én a kamera előtt is szívesen megígérem, és én minden dolgot végig szoktam vinni, kifejezetten rühellem, hogyha valamivel bele van kezdve, de nincsen végigvíve. Hogyha szükséges, és az északi középhegységben is szeretnétek tesztelni ezt a készítményt, akkor én egy ottani nagyon rossz minőségű szántóterületet tudok erre felajánlani, erre a célra, és akkor ott meg tudjuk nézni, hogy hogyan változik esetleg itt a jótékony hatása készítményetek után ennek a területnek. De hát értelemszerűen a felajánlás az arra is igaz, hogy a mezőgazdasági kabinet elnökeként rengeteg olyan gazdálkodóval van kapcsolatom, illetve a mezőgazdasági bizottság tagjaként az egész országon belül, akik mondjuk kis volumenben gazdálkodnak. Én szerintem az ország bármelyik élőhelyi adottságainak a különbözőségei szempontjából bármelyik részén lehetne keresni egy erre alkalmas területet, és ott megnézni, hogy esetleg milyen töbletet tudott készítményetek ezt hozzáadni. Én azt gondolom, hogy nektek csak sok sikert és szépen jó munkát tudok ehhez kívánni, és nagyon kíváncsian várom tényleg, hogy mi lesz ennek a végén, remélem, hogy a siker történhet, illetve hát azt látjuk, hogy jelen pillanatban még nem a Mi Hazánk Mozgalom kormányoz, remélem, hogy ez az idő is el fog jönni, amikor majd mi fogjuk ezt az országot vezetni. Addig is viszont a kormánynak én úgy gondolom, hogy konstruktív ellenzékén pont az ilyen készítményeket, az ilyen találmányokat kell valahogy bemutatnunk, és egy kis presszióval, egy kis nyomásgyakorlással, egy kis figyelemfelhívással azt kell elérni, hogy a kormányzat az ilyen vállalkozásokat próbálja kiemelt gazdasági vállalkozásoknak tekinteni, ne pedig a külföldi multikat próbálja előtérbe helyezni. Úgyhogy én, amit tudok, azt mellé teszem a ti találmányatok mellé, és megpróbálok minden segítséget ehhez megadni, és köszönöm szépen, hogy a beszélgető partnereim voltatok ebbe a kis videóba. Köszönöm szépen.